Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér katalin hallják a kürdzengés ünnepe című sorozatban. A világnak, az emberiségnek megváltóra van szüksége. Ez a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás fő üzenete a legősibb időktől kezdve. Már a bibliai őstörténet, az emberiség bűn utáni története is a megváltó elküldésének isteni ígéretével kezdődik. Miután a kígyó a sátán csábítása miatt Ádám és Éva bűnbe esett, és úgy látszott, hogy, az, hogy a bűn örök időkre lehetetlenné teszi az emberiség igaz, áldott, Istennek tetsző boldog életét, tehát ezután, Jahve, a kemény ítélet mellett azon nyomban, rögtön kinyilatkoztatta nekik a remény, a szabadító ígéretét is. A Teremtés könyve még egészen az elején, a harmadik fejezet 15 versben, amely szöveget ős evangéliumnak nevezünk, és így szól. Ellenségeskedést szerzek, mondja Isten a kígyónak, szerzek közted és az asszony között, a te magod, és az ő magva között, ő, az asszony magva, a te fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Ennyi az ős evangélium. Tehát Isten megígéri, hogy a kígyó, a sátán, a gonosz, meg az asszony sarja, a szabadító, a messiás között dúló harcban végül az asszony magva lesz a győztes. Ez így rögtön a kinyilatkoztatás elején. Aztán még sok-sok proféciát küldött Isten a megváltó messiás sorsáról, életéről, szenvedéséről, haláláról, föltámadásáról, amely proféciák előbb halványan, mint egy remény sugárként, és alig-alig körvonalazva, majd aztán progresszív módon, ahogy a Szentírás könyveit folyamatosan leírták, egyre több pontos részletet hozott elő Isten, egyre előbbre haladva az időben. És ezek a proféciák feltárták a szabadító Istenről, meg az ő küldöttjéről a megváltóról szóló üzenetet egyre pontosabban. Na no most az idők folyamán már nem csak Isten, hanem az emberek számára is egyre inkább világossá vált, hogy az élet, az egyéni és a kollektív élet egyaránt totálisan reménytelen, örökké tartó és soha véget nem érő, értelmetlen küzdelem a rossz ellen, a gonoszság erejével. Ahogy a prédikátor kifejezi, a maga könyvében, ezen a földön minden csak hiába valóság, hiába valóság és szélkergetés, vanitátum vanitás. Emberi szinten nincs megoldás. Megértettéket ezt a választott nép legjobbjai. Elsőként a zsidó és arab népek őse, a hit atya Ábrahám, Kapta meg a nagy kinyilatkoztatást arról, hogy közelebbről kicsoda is lesz ez az ősevangélium béli asszony sarja, ki lesz. Kiderül, hogy Isten küldötte, és ugyanakkor valamiképpen az emberi leszármazások sorában és vérvonalán kell neki megszületnie. Egyszer áldást nyer a te magodban a föld minden népe, mondja Isten Ábrahámnak, például a Teremtés könyve 22-es fejezet 18-as versében. Ugyanezt az áldást később megkapja Ábrahám fia Izsák, majd az ő fia Jákob is, aki az Izrael, vagyis Istennel küzdő nevet kapta azután. Így a messiási ígéretet ezeknek az ősatyáknak a révén a zsidó nép örökölte. A zsidó nép. Na most, Jákobnak volt tizenkét fia. Vajon közülük ki örökli majd az áldást? Ezt az utódáldást. Kinek a leszármazottja lesz a messiás? Hát ez sokáig az apa, Jákob előtt sem volt világos. Legyen tán ősi szokás szerint a legidősebb, Ám Ruben, hát ő, az ő jelleme erre teljesen alkalmatlan volt. Vagy legyen József a kedvenc, az álomlátó? Nem. Jákob szinte elvakult módon szerette Józsefet, de ennyire azért nem volt elfogult, úgyhogy nem, nem. És végül nagy sokára a halála előtt, igencsak különös körülmények között Jákob ráébredt hogy kit kell választania 12 fia közül a mesiás vérvonalának a továbbvitelére, hát Júdát. Miért? József és testvérei története közismert. A testvérek, tehát a tizenkettő, benne Júda, illetve a 11, eladták öcsüket rabszolgának Egyiptomba, ahol is József magas rangra emelkedett, és a nagy éhínség idején a fáraó Gabona felügyelőjévé lett. Amikor testvérei később, jóval később eljöttek Egyiptomba, hogy ételt, élelmiszert vásároljanak, nem ismerték fel Józsefet, aki azt kérte tőlük, hogy jó szándékuk biztosítékául hozzák el hozzá a legkisebb testvérüket is, Benyámint is. Hát az apa, Jákob féltette, és nem akarta elengedni a Benyámint. Aki Józsefnek az elveszítését, illetve vélt elveszítését követően a kedvence volt. Nem akarta. Ám ekkor a testvérek közül előállt, és kilépett Júda, és kezességet vállalt az apja előtt a gyermek életéért. Majd aztán megtette ezt, másodszor is még súlyosabb formában. Amikor József, hogy testvéreit próbára tegye, koholt váddal le akarta tartóztatni ezt a Benyámint, hát akkor ismét ez a Jóda állt elő, és felajánlotta önmagát Benyámin helyett. Ez a lényeg helyett. Rapszolgául egész életére Józsefnek. És csak is azért tette ezt, mert tudta, hogy az apja belepusztulna immár második kedvence Benyámin elveszítésébe. No, ez a gesztus nem csak József szívét indította meg, oly annyira, hogy ekkor sírva fakadt, fölfette magát testvérei előtt, megbocsájtott nekik mindent, <kül> amit hajdan ellene elkövettek, szóval nem csak őt, hanem az atyát Jákobot is arra indította, hogy Júdára adja atyai áldását, hogy ő legyen Júda. Nem is a legidősebb, meg nem is kedvenc, mégis ő, aki tovább viszi a messiásnak a vérvonalát. És még dacára annak, hogy egyébként Júda minden volt, csak nem büntelen. Például maga is részt vett József kínzásában, megölésének a kitervelésében, majd rabszolgának való eladásában, aztán prostituáltakkal tartott kapcsolatot, nem idegenkedett a bálványimádástól, és okkult praktikákat gyakorló, meg szexuális bűnökben élő emberekkel volt puszi pajtás, és így tovább. Szóval nem volt mentes a bűntől egyáltalán, és mégis ő lett az örökös, a nagy messiási ígéret örököse. Miért? Mert Isten e helyzetben egyetlen egy dologra tekintett. Isten kezdettől tudta, hogy milyen megváltóra van szüksége. Hát olyanra, aki magára veszi a mások bűneit, mint itt ez a Júda, az emberek bűneit odaadja magát helyettes áldozatul testvéreiért, az emberekért. És Júda pedig ugye pontosan ezt csinálta. És ebben lett előkép az önmagát értünk áldozatul adó megváltónak az előképe. Jákob tehát a halálos ágyán kimondta rá Júdára az áldást, hogy az ő családjából származik majd a messiás, Akinek, mondja a szöveg a Bibliában, Teremtés könyve, 49. fejezet, 10. vers a Jákobádása, szóval akinek a népek engedelmeskednek, a messiás. Sok idő múltán Isten megint ismét leszűkítette az ígéretet Júda törzsén belül egyetlen családra, mégpedig Dávidnak a sarjára. Dávid hányatott életének kudarcai és bűnei nyomán megtanulta, hogy életét egyedül a mindenhatóra bízza, és rája alapozza. Templomot is azért akart építeni Jeruzsálemben. Két konkrét célnal: azért, hogy a bűnös nép között legyen egy tiszta hely, egy szent hely, amely mégis be tudja fogadni Istennek a jelenlétét, a sekinát akiről, már mint Istenről, pontosan tudta Dávid, hogy nem lakozik együtt a bűnnel. Tehát legyen egy ilyen hely, egyrészt ezért akart templomot emelni, és másrészt pedig azért, hogy ez a templomi, isteni jelenlét, ez a sekina, ez állandóan a nép figyelmének a középpontjában legyen. Na most Isten, így nyilvánította ki a messiási utódra vonatkozó ígéretét Dávidnak, de egyben, zárójel, azt is kielentette, azt az akaratát is, hogy nem ő, nem Dávid, hanem majd a fia Salamon fog templomot építeni neki, azt mondja. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalusszol a te atyáiddal, Dávid, feltámasztom utánad a te magodat, mely az ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ő fog házat, vagyis templomot építeni nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek neki atya, és ő nékem fiam lesz. Így olvassuk tehát a Dávidnak adott ígéretet az első Sámuel könyv, hetedik fejezet, 12 versétől kezdődő szakaszban. Na már most, a messiás, Jézus, elsődleges mellékneve az, hogy felkent. Hát ez héberül a messiás, messiás. Görögül Krisztus, Krisztus, felkent. Ez a szó annyira hozzátapadt a személyéhez, hogy idővel tulajdonnév lett belőle, tulajdon nevének a részévé vált Jézus Krisztus Jézus a felkent pedig az a Krisztus ez nem tulajdon név eredetileg hanem a megváltónak a méltóságát meg a küldetését jelenti Jézus Krisztus a felkent ebben az van benne tehát Jézus a felkent az van benne hogy egyszerre király és főpap és proféta. Ez a három. És kedves hallgatóim, nem véletlen, hogy éppen ez a három hivatal volt az, amelyet, amelybe a zsidóknál felkenéssel, illatos olajjal való megkenés útján iktatták be az illető méltóságoknak a viselőit. Pont ezt a hármat. Csakhogy, csak hogy. Ezek a személyek, királyok, főpapok, proféták, maguk is már egy, egy, olyan szellemi lény által kapták fölkenésüket, akit Isten még a teremtés műve előtt kent fel az egész világ világmindenség fejedelmének. Ő az ős felkent. Az ős felkent, akitől származik azután minden szent felkenés, királyoké, papoké, profétáké, vagyis pontosan azoké a személyeké, akiknek a feladata volt előkészíteni és előre jelezni a majdani messiás személyét és tevékenységét, ennek a három körét, tehát hogy pap, hogy király, hogy próféta. Ez az ős felkent, így beszél magáról a példabeszédek könyve, 8. fejezet, 22-es versétől, olvasom. Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ős időktől fogva, mint legelső művét: Az idők előtt kent fel engem. Ez a lényeg: az idők előtt kent fel engem, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ős vizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz mielőtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, akkor, amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első rögét sem. Én ott voltam, mikor az eget teremtette, és az ősvíz színére a határt megvonta, amikor a felhőket fölerősítette, és az ős források erejét megszabta, amikor kijelölte a tenger határát, és a vizek nem csaptak ki, amikor megrajzolta a föld szilárd részét, ott voltam mellette, mint kedvence. Napról napra Isten csak bennem gyönyörködött. Mindig ott játszottam színe előtt. Ott játszottam az egész föld keretségen és örömmel voltam az emberek fiai között. Tehát így a példabeszédek könyve. Na most az ősegyház, az új szövetség biztosra állítja, hogy az a szellemi személy, a bölcsesség, aki itt szól, az nem más, mint maga a messiás, az maga Jézus Krisztus, aki még, a megtes, még az emberré testesülése előtt vallja ezt magáról ebben az ószövetségi könyvben. Hát a modern biblia kutatók Többsége úgy fogalmaz, hogy a Szentíró itt úgymond megszemélyesíti a bölcsességet, a bölcsesség elvont fogalmát. Hát lehet, hogy a Szentíró ezt akarta, kérem szépen, de Isten biztos nem ezt akarta. Mert egy valós, valóságos személy beszél itt, Jézus Krisztus, az ő szavait, még megtestesülése előtt mondott szavait halljuk itt. A példabeszédek könyvének erre a szakaszára utal a János evangélium írója, amikor így kezdi művét. Kezdetben volt az ige. Görögül ugye logosz, amely nem csak szót és gondolatot jelent, hanem bölcsességet is. Kezdetben volt a, a, az ige, a bölcsesség, és az ige a bölcsesség Istennél volt, és az Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett, és az ige a bölcsesség. Testé lett, és mi köztünk lakozott. Lakozott, de nem ám akárhogyan, hanem pontosan úgy, ahogy a példabeszédek nyolcadik fejezetében olvastam a bölcsesség kielentését, azt mondja, hogy örömmel voltam, az emberek fiai között. Örömmel lakozott. Láttuk dicsőségét, folytatja az evangélista, az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Így a János evangélium. Na most Pálapostól hasonlóan beszél Jézusról, ugyancsak a példabeszédek nyolcadik fejezetére utalva, az öröktől fogva felkent uralkodóra, az ős felkentre utal. A kolosszai levél első fejezetének tizenötös versétől kezdődő rész. Ő a láthatatlan Isten képmása, láthatója. Ugye? Minden teremtmény első szülötte, mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat, zárójel, ezek nem földi királyok, hanem angyal lények, zárójel bezárva, minden általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Eddig a szöveg, és akkor, kedves hallgatóim, az egész Biblia ezen személy körül az ős felkent körül forog. Mert az Ószövetség egyik legfontosabb témája az ő világba jövetelének sokszoros előrehirdetése. Az Új Szövetség pedig beazonosítja. Mert legalapvetőbb üzenete az, hogy ő a teremtés feje, ő, akira, akiről a példabeszédek könyve, mint bölcsességről szólt, ő, aki egyben a világ megváltója a messiás. Ő nem más, mint a názáreti Jézus. Szóval körülötte forog az egész Biblia. Az Oszövetség profétái minden tényt elmondanak róla, ami ahhoz kell, hogy az emberek felismerjék, amikor majd eljön mindent. Na de nem ismerték fel, mégsem. Ugyanis, ugyanis a zsidó írástudók láttak itt egy nagy-nagy nehézséget, egy rejtét. Egyes proféciák szerint a messiás sokat szenved és meghal, ügye elbukik. Míg más proféták ugyanennek a személynek az örök dicsőséges uralkodását vetítik előre. Hát hogy lehet ez? Kérdezték az írástudók és az ellentmondást föloldhatatlannak látták. Azok a zsidó emberek, akik nem fogadták el Jézust, mint messiást, hát végül kénytelenek voltak felállítani a két messiás elméletet. Ez szerint két messiás lép fel a jövőben, hát úgy nagyjából egymás után. A szenvedő, meghaló messiás, akit Izrael népének végidőbeli ellensége legyőz és megöl, és őról a beszélnek ezek a szenvedés proféciák. A másik az ő utána fellépő győzedelmes messiás, aki ellenben megalapítja királyságát, feltámasztja a holtakat, ítéletet tart, és itt tovább róla szólnak a dicsőséges messiást hirdető jövendőlések. A hívő zsidóság körében lényegében ma is ez a hagyományos tanítás érvényes. A kereszténység azonban ezt ugye tévesnek tekinti, teljesen tévesnek, és egészen más magyarázatot ad a proféciák kettősségére. És pedig a következő. A szenvedő és meghaló, meg a feltámadó és dicsőségesen örökké uralkodó messiás, az nem kettő, hanem egy és ugyanaz a személy, Jézus. És hogy akkor honnan a kettősség? Nos, hát a Biblia azt tanítja, hogy nem két messiás jön el, hanem egy messiás, de ő aztán kétszer. Kétszer a történelem folyamán. És az, aki szenvedett, meghalt, majd harmadnapra föltámadt, és felment a mennybe. Jézus Krisztus, ő majd másodszor is eljön, dicsőségesen, és pedig a történelem végén, hogy örökké uralkodjék. Úgy legyen. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.